Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon. A mai videóban egy Valentin napi tematikájú tartalmat szeretnék feltölteni a csatornára, melynek középpontjában szerelmi történeteket szeretnék nektek elmesélni a magyar irodalomból. Az ötletet legjobb barátom Orsi találta ki, mivel mikor gondolkodtam, hogy milyen videó is legyen, elsőnek romantikus könyveket akartam ajánlani, de az ő ötlete jobban tetszett nekem. Jöjjön 4 romantikus történet a magyar irodalomból. Első körben Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szerelmi történeti szerep. Szóval az első szerelmes párunk Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni. Nagyon érdekes, mert ez a sztori egy diák szerelemből bontakozott ki. Közös matematika korrepetálásra jártak mindketten, és az akkor 17 éves Radnóti Miklósnak egyből megtetszett Fanni, akit műveiben fifiként is emleget. Volt túlpisság Radnótiban, mivel elcserélte a ceruzáikat, hogy következő matematika órán hozzá tudjon szólni a lányhoz, és itt egy kisebb szerelem kezdett kibontakozni, viszont Radnótinak el kellett költözni a Csehországba, így megszakadt a kapcsolat, és ott egy másik nővel egy igazi kapcsolata kezdődött el, viszont szerencsére visszaköltözött, és aztán elválaszthatatlanná váltak ő és Fanni. Egy padon, a Városligetben Fanni ki is jelentette, hogy én Miklós, a feleséged leszek, és ez így is lett. Annyi kikötés volt a szülők tekintetében, hogy meg kellett várniuk, még Miklós diplomát szerez. És egy nagyon boldog párkapcsolatban, házasságban éltek, aminek a nagy titka volt az egyenjogúság, mivel egyenrangú partnerként kezelték egymást. Az első malőr az Fifinek a legjobb barátnője miatt történt, aki egy festőművész hölgy volt, akivel Radnóti egy viszony kezdett el folytatni, és az az érdekes, hogy Fifi ezt megértette, tudott a viszonyról, és türelmes volt Radnótival, és így sikerült a házasságuknak ezt a tragédiát is túlélni. Viszont ami ezután következett, az sajnos nem sikerült a házasságuknak túlélnie, mivel köztudottan Radnóti a II. Világháború miatt elhagyta feleségét, majd agyonlőtték. Viszont ami nagyon meghatott engem, hogy Fanni az élete végéig hűséges maradt Radnótihoz, és úgy élt, hogy a férfi emlékével egészen a haláláig, és az Így szerettek ő 2012-es kiadásában úgy írja a könyv, hogy napjainkig, viszont azóta már Fanni meghalt, de tényleg egy nagyon mély, hosszú szerelem volt az övéké. Következőnek egy szerelmi háromszögről fogunk beszélni, melynek középpontjában Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tanner Ilona áll. Elsőnek akkor Tanner Ilonáról beszéljünk, aki alapjáraton egy filmszínésznő lett volna, viszont végül a költői pályát választotta, és akkor Babits Mihály volt az irodalmi élet középpontjában, szóval ő mondta rá az áment a Baumgarten díjakra, és az ő szava számított leginkább. És így fel is kereste a hölgy Babits Mihályt, aki akkor Szabó Lőrinccel élt egy házban. Mikor a nő becsöngetett hozzájuk, Babits nem tudott lemenni, mivel szőrös volt az arca, és meg kellett volna borotválnia, ezért Szabó Lőrincet küldte le, akinek akkor egy szerelmi szál bontakozott ki ezzel az ifjú hölgyel, viszont Babits Mihály is egy idő után szemet vetett erre a hölgyre. Ami nagyon érdekes, az Babits és Szabó Lőrinc kapcsolata. Mivel ez egy mentori, apa-fiú kapcsolatként értelmezhető, ugyanis a pályakezdő Szabó Lőrincnek igazából semmilyen nem volt, és Babits Mihály karolta fel, a házába engedte, a magánkönyvtárába olvashatta a világirodalmat, a szépirodalmat. És itt jön a csavar, hogy ez a nő állt az ő kapcsolatuk közébe, ő kapcsolatukba, és itt ő megromlott a kapcsolatuk. És egy 1920-as ikonikus telefonbeszélgetést még meg kell említenem, amikor megkérte Babits Mihály Szabó Lőrincet, hogy hívja fel Ilonát, és mondja meg neki, hogy ezentúl az ő felesége, és ez így is lett. Elsőnek a nő visznek vette, de aztán igazából ez egy komoly dolog volt, és annyi változott meg, hogy mikor hárban mentek moziba, a nő nem Szabó Lőrinc, hanem Babits Mihály kezét fogta.
És ha már a szerelmi háromszöget, ki szeretném nektek emelni József Attila, Éjjés Gyula és Kozmuca Flóra szerelmi történetét is. Itt is első körben akkor beszélgessünk a női alakról, Kozmuca Flóráról. Aki egy nagyon művelt asszony volt, őt a lélektani dolgok, a gyógypedagógia és a logopédia foglalkoztatta leginkább, ebben a körökben mozogott. És mentora volt Szondi Lipót, aki Magyarországon a leghíresebb pszichoanalitikusként tartották számon. És az ő hatására készített el egy olyan tesztet, melyben különböző művészeket, festőket, költőket, írókat használt alanyként. Így hozta össze a sors elsőnek Éjjés Gyulával is, aki akkor még házas volt. És így hozta utána össze a sors 1937. február 20-án Dánielné Lengyel Laura irodalmi szalonjában. És ez a találkozás után egy 9 hónapig tartó hosszú, gyötrelmes szerelmi kapcsolat vette kezdetét. Az első randevú József Attila egyből megkérte a lány kezét. Már szerintem ez is egy kicsit durva. Viszont Flóra szívizomgyulladás miatt kórházba került, ahol Éjjés Gyula őt meglátogatta. És a beszélgetésük fő témája József Attila volt, és a Flóra igazából ettől a szerelmi háromszögtől teljesen kiborult, és Tihanyba utazott le. Ekkor József Attila állapota egyre inkább rosszabbodott, és az, hogy Flóra elment tőle, ez a hiánya is elég nagy tragédia volt számára, és itt már ő az élethalál közötti állapotokban volt, szóval már mindegy volt neki, hogy él vagy hal-e. Igazából Flóra lett volna az egyedüli dolog, ami miatt még élhetett volna. Ekkor annyira rossz lett az állapota, hogy májusban már a Siesta szanatóriumba került, ahol a lány meg is látogatta, és elvileg Ignótus kérésére igent mondott neki, feleségül megy hozzá. És Flóra naplójában is nagyon szépen le van írva, ahogy József Attilát ő látja, ahogy jön hozzá beesett arccal, és az első, amit megkérdezt tőle, tényleg az, hogy feleségben megyek hozzá, és amikor Flóra igen mondott, Attila nem hitte el, és újra megkérdezte, és ahányszor újra és újra igen kapott, egyre erősebben kezdett el zokogni, szóval látható volt a lelki állapota. Viszont már nem tudták fizetni a költséget a szanatóriumnak, ezért József Attilát Balatonszászlóra költöztették lánytestvéréhez, ahol szintén meglátogatta Flóra is, mikor elment tőlük, Attila még a vonat mellett kiabált is utána, hogy télen esküszünk, viszont erre sohasem kerül sor, mivel december 3-án József Attila szörnyű halált halt. Előtötte ugyebár a vonat, és érdekes a Flóra és Éjjés Gyula szerelmi története József Attila halála után, mivel Flóra nem ment el Attila temetésére, Éjjés Gyula pedig a nekrológot írta, amely a könnyező címet kapta. És 1939-ben, szóval eltelt összesen 2 év, akkor házasodtak össze. És 44 évig éltek együtt, de nagyon nehéz volt nekik egy az, hogy megküzdeni József Attila emlékével, másrészt pedig azokkal a negatív kritikákkal, amik őket érték. És elérkeztünk a videó végére, az utolsó szerelmi történet következik. Az én egyik legújabb kedvenc írónőmnek a szerelmi történetét szeretném nektek mindenképpen elmesélni, aki nem más, mint Szabó Magda. Szóval jöjjön Szabó Magda és Szobotka Tibor szerelmi története. Vissza kell mennünk egészen 1947. június 20-áig, egészen Balatoni Írói Szövetség fogadásán látta meg életében először Szabó Magda Szobotka Tibort, aki akkor még 30 éves volt, míg a szeretett férfi 34. Itt nagyon szépen írja le Szabó Magda az érzéseit, ezt szeretném nektek felolvasni. Sosem hittem, hogy van ilyen. Kinevettem, aki azt írta. Jöhet az életben olyan pillanat, amikor egy másodperc töredékére megáll forgásában a világ, s hirtelen megváltozik minden. Velem ez történt. Szóval ezekből az érzelmes szorokból is láthatjuk, hogy mennyire mélyen megérítette őt a férfi első látásra. Devecsei Gábor ismertette igazából őket össze, aki beajánlotta Magdának, hogy menjen el Szobotka Tiborhoz, mivel ő akkor a rádió irodalmi osztályának volt a vezetője, és Szabó Magda már akkor költőnőként tevékenykedett, hogy neki ajánlja a verseit. És elsőnek Szabó Magda nem akart elmenni, mivel a barátai lebeszélték róla, hogy ezzel a Tiborral nem lenne érdemes vele
komoly távra tervezni, bőle elég egy szoknya pecér férfi, viszont Magda végül csak elment, és jól is tette, mivel aztán másnapra egyből egy randira hívta el őt a férfi. És az első randi már eléggé rámenős volt Magdával, aki ezt úgy hálálta meg, hogy felpofozta a férfit, mivel ő egy nyakas, kálvinista, debreceni lány, nem olyan, mint a többi városi, szóval ő mondja meg mit, hogy, mikor, hogyan. És ez igazából imponálta is a férfi, tetszett neki ez, és igazából megvárta Szabó Magdát, és kíváncsi is volt rá. És itt nagyon szépen megfigyelhető, hogy fél év alatt mennyire tűntek el Szabadka Tibor napjaiból a nők, amíg csak egy név maradt, Szabó Magda. Szóval végzetesen beleszeretett a nőbe. Karácsonykor pedig Szabó Magda egy Niki antik gyűrűt is adott a férfinak ajándékba, majd jött a jegyesség és egyből a házasság is, viszont a boldog pillanatok nem sokáig tartottak, mivel Szabadka Tibor, aki igazából egy polgári elem volt, elveszítette az állását a rádiónál, nem is publikálhatott a fordításokból, illetve könyvtári segédmunkát vállalt. És Szabó Magda is hasonlóan járt, ő 49-ben majdnem megkapta a Baumgarten díját, azaz meg is kapta, de még aznap visszavették tőle, és ő is majdhogy nem 10 évig nem publikálhatott. Szóval ők egymásra voltak utalva ebben a 10 évben, egymásnak voltak az olvasói, és úgy alkottak, hogy nem adhatták ki. Viszont ez a 10 év is gyorsan eltelt, és igazából átszenvedték. És igazából együtt túl is élték, és itt is szeretnék egy idézetet felolvasni. Nekem írd meg, kérte Magda. Ha szeretsz, elég kell, hogy legyen neked az, hogy én vagyok az olvasód. Így a hosszú hallgatás után 1960-as évek meghozták Szabó Magda sikerét, olyan szinten, hogy nem csak Magyarországon, de külföldön is ő siker lett belőle. Viszont, mint minden szerelmi történet, egyszer ennek is vége kell, hogy érjen, így 1982-ben Szabadka Tibor agyvérzésben meghalt. Ekkor Szabó Magda bezárkózott a házukba, és minden olyan információt, amely a Szabadka Tibornak az íróasztalán lévő fiókban talált írományok, összegyűjtötte egy csokorban hozzáfűzte a saját gondolatait, és egy könyvben kiadta, melynek címe Megmaradt Szabadkának, amit én még nem olvastam, de mindenképpen fogok a jövőben, és nektek is ajánlom, mert elvileg egy hihetetlen jó könyvről beszélünk. Ehhez hozzáfűzöm még annyit, hogy egy 90-es évekbeli interjút láttam Szabó Magdáról, aki annyit mondott, hogy Tibor temetésén egyáltalán nem sírt, és nem érezte azt, hogy őt elhagyja ez a férfi, mivel örökre ott marad neki bent, és sosem fogja igazából őt elhagyni, ahogy az ő szülei sem is meghalt szerettei. Remélem tetszett nektek ez a videó, engem nagyon foglalkoztatnak, hogy mik vannak ezek a regények és versek mögött, mi van az emberrel, maga az ember érzéseivel. És nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek a háttérinformációk is, érdekesek is szerintem, szóval remélem nektek is tetszett. Hamarosan jövök a következő videóval, és mindenkinek boldog Valentin napot szeretnék kívánni. Emellett ugye bár ma van a Nemzetközi Könyvajándékozási Nap is, szóval remélem sok jó könyvet kaptatok és adhattatok is. És nem sokára érkezem, addig is sziasztok!